Elindult a hagyományos mártonnapi felvonulás a bátaszéki óvodából. Az intézménybe járó gyerekek, szüleik, az óvónők és a dadusok is részt vettek az eseményen. Kardos Fanni elárulta, túl vannak már egy műsoron is. Fölléptünk a pannával valahova is, a Gina nénihez, és sétáltunk. Mert volt libáskocsi, és azt húztuk a pannával. Tavaly készítettük még a lámpást. Nekem libás, és dobosokkal vonultunk. A felvonuláson azonban nem csak testvérek és szülők vettek részt, több nagyszülő is kilátogatott az eseményre. Valamikor, amikor az én unokám is még óvodába járt, akkor mindig mentünk mártonnapra, és most itt vannak az unokával, és akkor ők szerettek volna eljönni, és akkor elkísértem őket. Nagyon régóta, igen, nagyon régóta van ez már. Először csak egy óvodában volt ez a hagyomány, mert még külön voltak az óvodák, akkor addig minden óvodának volt valami más ilyen népi hagyománya, és itt a Kossuth-Lajos utcában volt óvoda, ennek volt a Márton nap a hagyománya, és az én unokám is ide járt, és akkor hát én is mindig akkor elkísértem. Jó idő van, az ember friss levegőn van, emberek közt van. Mackovics István, bár unokáit kísérte, mégis saját lámpással érkezett. Ezt a kis maci alakú mécsest még annak idején 12 éve ezelőtt kaptam a bátaszéki óvodába, akkor még ott dolgoztam. Éppen mutattam a dadusnak, meg az óvónőnek, hogy még Maci bácsi, megőrizted? Hát mondom, még szép, hogy megőrzöm. Fél ötkor indultunk, és akkor úgy jöttünk szépen sorba. Kicsit összejöttünk, akkor megvártuk őket, mi jöttünk tovább. Én jövök mindig az unokákkal. A bátaszéki mikrotérségi óvoda vezetője elmondta, nagyon örülnek annak, hogy végre sikerült megszervezni az eseményt, hiszen tavaly a koronavírus járvány miatt ez elmaradt. Hát a gyerekek már egész héten erre készültek. A szokásos lampionokat elkészítették, aztán különböző népi mondákkal ismerkedtek meg, és hát egy színfoltja volt ennek a hétnek, a mai nap során a kis alkalmi színjátszó kis társulatunk. A gyerekek dramatizáltak, előadtak egy kis színdarabot a Márton legendához kapcsolódóan. Ezt néztük meg, nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Hát úgy, hogy óvodán belül így készültünk rá. Ez igen fontos eseménye a mi óvodánknak. Mi hagyománytisztelő, hagyományőrző óvoda vagyunk, és a Mártonnapi ünnepség szerves része a mi programunknak. Azért is örülök, meg örülünk, hogy megszervezhetük és itt lehetünk, mert az elmúlt évben erre nem volt lehetőségünk. És a másik pedig, hogy már nagyon nagy szükség volt arra, és szükség van arra, hogy a szülőkkel együtt ünnepeljünk és együtt töltsünk órákat, eseményeket, más körülmények között találkozzunk, mint az óvoda falai között. Rengetegen eljöttek, nagyon örülünk neki, nagyon sok szülő hozzátartozó jött ide a piasztérre. Az idei rendezvényünknek az is egy kicsit érdekessége, mássága, hogy nem az óvoda előtt tartjuk, hanem arra gondoltunk, hogy most kicsit újítunk, illetve ez az újítás is annyit jelent, hogy kicsit visszatértünk a régi hagyományhoz, eseményekhez, amikor elkezdődött ez a mártonnapi felvonulás, illetve hát szeretett lakoma, akkor itt a piasztéren szerveződött először. És emellett arra is számítottak, hogy idén sokan csatlakoznak majd hozzájuk. Nagyon örülünk és nagyon köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Német Egyesületnek az együttműködését, segítségét. Kértük őket, hogy segítsenek az esemény megrendezésében. Felajánlották a házukat, ott kenték a szülők a zsíros kenyeret, oda vihettünk ehhez szükséges eszközöket, padokat, székeket kaptunk tőlük, és hát nem utolsó sorban a fúvós zenekar, az ifjúsági fúvós zenekar is megörvendezteti a vendégeket. A megjelenteket meleg teával és zsíros kenyérrel vendégelték meg Márton nap alkalmából.